got a gun, and if anybody thinks they're gonna take it from me, they'd be dead wrong. Üdvözletünk! Feketén, cukor nélkül. Így isszák az igazi kávérajongók kedvenc forró italukat, és így szeretik a film noir rajongók is legkedvesebb műfajukat. A játékvilágban Max Payne neve ford egybe a film noir műfaj figurájával, így majdnem infarktust kaptam, amikor egy trélerben először megláttam a kopaszra nyírt, havai inges, kisi elhízott, lecsúszott detektívet, amint São Paulo napsütötte utcáin lőtte halomra a helyi rongyos bűnözőket. Tényleg jó ötlet volt, hogy a Rockstar ennyire megváltoztatta egyik leghíresebb hősének imidzsét? És vajon a harmadik rész felére hoz a katartikus élményhez, amit az első két Max Payne végigjátszása közben átéltünk? Mielőtt még ezekre a kérdésekre válaszolnánk, mi együnk bele egy kicsit az eddigi eseményekbe, illetve a Max Payne játékok múltjába, részben azért, hogy a régi motorosok lootbőrözzenek a nosztalgiától, illetve az új fiúk is képbe legyenek, mire ez a hatalmas Max Payne őrület az öregek részéről. Amikor a Remedy Final Reality nevű PC-s benchmarkja végén először megjelent a Max Payne-ből egy egészen rövid kis jelenet, végén a már ikonikussá vált névvel, mindenki csak a fejét kapkodta, hogy kicsoda, micsoda ez a Max Payne. Végül 2001-ben megjelent a magányos, mindenki által üldözött, kiégett zsaru első kalandja, filmnoári hangulatbombával, zseniális játékmenettel és állejtős bullet time-mal. 2 évet kellett várni a folytatásra, de szerencsére az is maximálisan behozta hozzáfűzött reményeket. A Max Payne 2 Fall of Max Payne alcíme a film noir love story volt, és a még profibb akció részek és a szokásos borongó sztori mellett Mona Sachs, a szexi bérgyilkosnő és főhősünk közötti kialakuló szerelmi szára koncentrált. A játék érdekessége volt még, hogy ezúttal már nem Sam Lake, a lead designer arcát láthattuk Max Payne-ként, hanem a detektív Timothy Gibbs, egy nem túlzottan ismert színész, markáns vonásai töltötte magára. Gibbs a modellje egyébként a harmadik rész öreg Max Payne-jének is, mély, macsó szinkronhangjuk pedig mindhárom játéknál a jó öreg James McCaffrey. Ezzel pedig el is értünk a harmadik részhez, amelyet ezúttal teljes egészében a Rockstar Games, illetve azon belül a vancouveri csapat fejlesztett. A Max Payne 3 ezúttal nem New Yorkban, hanem a brazíliai São Paulo-ban játszódik. Aki azt hiszi, hogy ezzel az új napsütötte, világos, egzotikus helyszínnel oda a film noir feelingnek, az alaposan téved. Ez São Paulo egy velejéi korrupt, romlott város, ahol a háttérből a dúsgazdag milliárdosok diktálnak, ugyanakkor a várost már rég nem a rendőrség irányítja, hanem a különféle milicista szervezetek és bűnbandák, amelyeket részben a milliárdosok pénzelnek. A gazdagok hihetetlenül fényűző életet élnek, gyerekeik diszkokban és luxushajókon szórják el drága koktélokra és drogokra apuka pénzét, miközben a romos, koszos nyomornegyedekben, az olcsó italt mérő szakadt kocsmákban és bűzös, mocskos sikátorokban a nyomorgó szegények között mindennaposak a rablások, a nemi erőszak, a verekedések és a vérengzések. Na, elég noáros ez a világ nektek? Mindezt nem csak azért soroltam fel, hogy ecseteljen, mennyire eltalálta a játék hangulatát a Rockstar, hanem konkrétan ilyen pályákon is fogunk öldökölni az örökké másnapos, vagy éppenséggel tajtrészeg Max Payne-nel. A cinikus, kiégett zsarut New Yorkban menti meg egy kocsmai lövöldözésből Raúl Passos, Max régitársa és barátja a rendőriskolából, majd São Paulo-ba hívja, hogy Rodrigo Branco egy brazil milliárdos és csini baba felesége Fabiana testőre legyen. Egyszerű meló, nem igaz? Max számára azonban a dolgok zűrösebbé válnak, mint valaha. Ugyanis egy buli alkalmával Fabianát egy diszkóból elrabolják, ő pedig társával, Passossal kétségbe esetten próbálja nem csak megtalálni Fabianát, hanem azt is kideríteni, hogy kik állnak az emberrablók mögött, és miért akarnak ártani Brankónak. Az időnként kissé kusza, de mindenképpen érdekes és izgalmas sztorit gyakran flashbackekből ismerhetjük meg, amelyek visszatérnek az emberrablás előtti eseményekhez, illetve ahhoz az epizódhoz is, amikor Max és Passos New York sötét sikátorain és temetőin keresztül üldözve próbál elmenekülni egy fia halála miatt feldühödött maffia főnök személyes hadserege elől. Szóval a sztori egyértelműen profi, noáros, sötét, és még vannak benne New Yorkos részek is. Egy szavunk sem lehet. Alapvetően tehát Max Payne semmi sem változott, és ez igaz a játékmenetre is. Az akcióban a főszerepet most is a bullet time kapja, melynek csíkja fokozatosan töltődik fel a karakter ikonja mellett.
Amikor megnyomjuk a jobbanalókart, lelassulnak körülöttünk az események, így a ránk kilőtt golyókat kikerülve akár több rossz fiút is szitává lőhetünk. Előre hátra vetődve akkor is beindíthatjuk a bullet time-ot, ha nincs feltöltve a csík, viszont a földre érkezéskor visszaáll a normális idő, és ilyenkor kissé kellemetlen, amikor a földön fekszünk és lőnek ránk, mint az állat. No igen, ha már itt tartunk, akkor gyorsan szögezzük is le, hogy a Max Payne 3 még közepes nehézségi szinten is keményebb lett, mint az előző részek voltak. Az ellenséges mesterséges intelligencia rendkívül agresszív, nagyon jól céloz, és a legapróbb tétovázásunkat is kihasználva pillanatok alatt szitává lő, ha nem vigyázunk. Bár Max a modern TPS-ekből átvette a szokásos fedezékrendszert is, de nehogy azt higgyétek, hogy ez megkönnyíti a dolgunkat. Ugyanis faklövés közben is például simán eltalálhatnak, sőt, még egyszerű fedezékbe bújás közben is, ha nem vagyunk megfelelő szögben. Az újítások közé tartoznak még azok a jelenetek is, amikor a levegőben felénk repülő gránátokat, molotov koktélokat vagy más robbanó égő tárgyakat kell eltalálnunk. Más alkalmak során pedig egy scriptelt akció jelenetben kell részt vennünk, például a játék elején, miközben egy tetőn csúszunk lefelé, a lassított felvétel közben egymás után több rossz fiút is fejbe kell lőnünk. Emellett megtalálhatóak ebben a játékban is a bónusz gyűjtögetős tárgyak, szerencsére itt nem kávéstermoszokat kell gyűjteni, mint a Remedy-ék LMV-kében, hanem aranyozott fegyver alkatrészeket, amelyekből aztán extra aranymordályokat és pisztolyokat rakhatunk össze. Az igazi újdonság azonban a Last Man Standing. Amikor Max-el halálos lövést kapunk, de van nálunk egy painkiller és azt az arcot telibe trafáljuk, aki megölt, akkor visszatérhetünk az élők sorába. Ilyenkor a földön fekszünk, általában a hátunkon és 360 fokban körbeforogva mindenkit szitává lőhetünk magunk körül. Nem rossz ez a megoldás, de csak akkor hatékony, ha van felhasználható bullet time időnk, ellenkező esetben elég védtelenek vagyunk, és a ránk rontó ellenség könnyen kivégezhet, amíg társaikkal vagyunk elfoglalva. Egyébként szerintem a Max Payne 2 googolva körbefordulós bullet time trükkje sokkal látványosabb és hatékonyabb is volt a maga idejében. Ha már a látványról beszéltük, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy ismét csak elismerést érdemel a Rockstar. Mindegyik helyszín első rangban kidolgozott, akár egy luxus jaktról, Branko hatalmas rideg irodaházáról, vagy São Paulo nyomort negyedének romos, koszos sikátorairól van szó. A Vancouver Brigád apait, anyait beleadott, hogy ténylegesen a brazil nagyvárosban érezzük magunkat, mintha csak egy repülőjegyet és turista utat kaptunk volna tőlük. Mindezt úgy, hogy a grafika egy pillanatig sem szaggat be, pedig ez a jelenség már konzolokon sem ismeretlen. Hasonlóan első rangúak a játék animációi, valamint a fizikája az eufóriának köszönhetően. A lövések okozta realisztikus sebesülések nyomán az áldozatok pontosan úgy kaszálnak a kezükkel és esnek el, mint ahogy azt elvárhatjuk tőlük, amikor pedig haldokolnak, a sebből a vér a földre szivárog. Az effektekhez tartozik a szinte állandóan villódzó, vibráló, kameranézetet rángató részegségeffektus, amelyik Max illuminált állapotára utal. Akit ez zavar, annak részvétem, viszont nagyon sokat ad főszereplőnk karakteréhez, még akkor is, ha hasonló effektust a Manhunt játékokban is láthattunk. Persze az ütős grafika, a kőkemény animáció és a profi történetvezetés is kevés lenne, ha a Max Payne 3-ból hiányozna az a megfoghatatlan valami, ami az első két részt is olyan naggyá tette. Azonban erről szó sincs. A Rockstar Vancouver is épp oly hajszál pontosan eltalálta a Max Payne 3 hangulatát, mint annó a Remedy az első két részét. Igaz, a single részben a Last Man Standing és a máshonnan ismerős fedezékrendszeren, illetve a scriptelt akciójeleneteken és pár apró újításon kívül nincs semmilyen egetrengető újdonság, mégis a Max Payne 3 egyértelműen a képernyő vagy a monitor elé fog szögezni. Bár nem könnyű ez a játék, és az egérhez billentyűzethez szokott egyének jobban járnak, ha megvágyják a PC-s verziót, de az biztos, hogy addig nem fogjuk letenni, míg Max-el a São Paulo-i maffia, a korrupt milliárdosok és a vérszomjas milicisták emberi az utolsó golyót bele nem eresztjük. Szerintem tegyetek ti is így. Köszönjük figyelmeteket, sziasztok!